Na ismét, hát itt vagyunk a Paks-Loki meccs szünetében, 1-0-ra vezetünk egy hatalmas öngóllal. Megkérdezném a többi szerkesztőtől, hogy mi a véleményük, kezdjük most Red Bull-jal. Hát én végülis a játéképét illetően inkább kiegyenítettnek látom a játéképét, és hát igencsak nagy szerencse kellett a gólunkhoz, bár hogyha a végén az a Horváth Zsolt féle zicser bement volna, akkor még nyugodtabb lennék a második félt illetően, de eddig elégedett vagyok végül is. Szemi, neked mi a véleményed? Hát én ennél nagyobb helyzetnek láttam, amikor a szabadrugás után megindulhatott volna a debreceni támadás, de ugye a paksi kapus nagyon jól jött ki a kapujából, és sajnos így nem lett. Én egyetértek az előttem szólóval, de egy kicsit azért fölényben érzem a Lokit. Akkor hallgassuk meg Andersont is! Na azt látom eddig, hogy hozzuk a minden második, harmadik meccsen tűrhető játékot, bár azért ezt a meccset sem tudnám nagyon dicsérni, viszont hogyha marad ez a tendencia, akkor az a Fradi elleni kupa meccsre nem ígér sok jót, mert azért úgy látszik, hogy minden második meccsünk botrányos, ez eddig nem az. Hát lehet, hogy akkor ott ütez majd vissza. Meghallgatjuk Csibó véleményét is. Hát eddig nagyon sok esetlegességet látok a pályán, 2-3 jó paszt egy-egy nagyon-nagyon rossz passz követ. A játékosok egyértelműen nem tudják azt, hogy mit kellene tenniük azzal annak érdekében, hogy győzzünk. Ennek ellenére ugye szerzett nekünk az ellenfél egy gólt, aminek örülhetünk, de egyébként a mutatott játékban legalább a csapat fele óriási nagy negatívumot kell, hogy kapjon, mert eddig, amit mutatnak, az katasztrófa, és ilyen szempontból nem az eredmény számít már nálunk, hanem az, hogy mit látunk a pályán, amit pedig látunk, az egyelőre siralmas sajnos. Hát ami pedig az én véleményemet illeti, bejött, amit vártam, egy nagyon gyenge színvonalú meccset látunk. Még hogy egy kulisszatitkot eláruljak, itt párhuzamosan nézzük a Milán-Juventus és a Sociedad-Barca meccset, hát ehhez a két meccshez képest a mi meccsünk, mintha lassított felvétel lenne, úgyhogy tényleg egy nagyon gyenge színvonalú meccsen vezetünk egy szerencsés góllal, reméljük, hogy legalább az eredmény jön, ha már a játék nem olyan jó. És majd akkor a mérkőzés után még jelentkezünk egy kis elemzéssel, addig is sziasztok!